Alaptalan vádaskodással támadta Magyarországot a brüsszeli baloldal. Daniel Freund egyenesen magyar terrorról beszélt. Magyarország nem működő demokrácia már, és nem követi azokat az elveket, amelyeket Európában lefektettünk. Állami terror zajlik, és ezt 5 éve már mondjuk az Európai Parlamentben is, mondta a német képviselő. Az európai liberálisokhoz pedig gátlástalanul csatlakozott a magyar baloldal is, élükön Cseh Katalinnal. Azt kell mondanom, nagyon aggaszt az, hogy nem elég átlátható ez az eljárás. Biztos úr, önnek és a csapatának azt mondanám, a munkatársainak látogassanak el Magyarországra. Tudom, hogy járt már ott. Menjenek el Magyarországra, látogassák meg az önkormányzatokat, az iskolákat, a kórházakat. Nem csitul tehát a vita, és egyre inkább személyeskedő hangnemet ütnek meg a képviselők. Hogyan lehet ez ellen védekezni, illetve mi a megoldás egy ilyen helyzetben? Erről is beszélgetünk Olik Istvánnal, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójával. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mielőtt kérdeznék, egy reakciót kérnék öntől. Ha egyetlen eurócentet is veszít Magyarország, az kizárólag a Fidesz kormány felelőssége lesz, ezt mondta Újhely István, európai parlamenti képviselő. Mit szól ehhez? Teljesen világos, a magyar és az európai parlamenti képviselők is esküt tesznek. És ebben az esküben az áll, hogy szolgálniuk kell az európai parlamenti képviselőknek persze Európát, de minden esetre a hazájukat is. És ennek az esküjüknek én azt gondolom, hogy jelenleg az európai parlament baloldali képviselői nem tesznek eleget. Akkor, amikor pártpolitikai érdekből ezt a pamfletet, amit most éppen már egy olyan képviselő jegyez, akinek talán már a nevét sem érdemes megjegyezni, túl sok ilyen nevet jegyeztünk már meg Tavares úr és Sargentini után, de a lényeg az eljárásnak ugyanaz, ezt a baloldali képviselők megszavazzák. Sőt, avval is egyetértenek, hogy amikor jogállamiság hiányáról beszélnek azok a szélső baloldaliak, akik támadják Magyarországot, ezt minden esetben nyomást gyakorolnak az Európai Bizottságra, abban a tekintetben, hogy ezt kössék össze az Európai Uniós források elvételével. És ezt a magyar képviselők támogatják. Ugye István is támogatja, hogy a jelentést. Ő kijelentette ma, hogy ezt a jelentést, ezt a bohózatot, ezt a vádiratot, aminek semmi köze nincsen a valósághoz, ahogy korábban már megszokhattuk, általános, ködös megfogalmazásokat, politikai véleményeket, erősen elfogult politikai véleményeket tükröz, még a látszatra sem adnak, az objektivitást közelről sem ismeri ez a jelentés, semmi köze nincsen ez a magyar jogállamisághoz, a magyar demokráciához. Ez az Európai Parlament szélső, baloldali, szélső liberális szárnyának a folyamatos nyomás gyakorlása, ezért kerülnek elő újabb és újabb jelentések. Egy dolgot viszont megtudtunk, hogy a magyar baloldal az szankciópárti, ez is egyértelművé vált, hiszen azt mondták, hogy ők egyetértenek von der Leyen asszonnyal, aki azt mondja, hogy szerinte a szankciók hatékonyak, mi ennek az ellenkezőjét állítjuk, és azt is, abba is újra megbizonyosodhattunk, hogy a magyar baloldal, amikor Magyarországot támadják, akkor nem Magyarország oldalára áll, hanem Brüsszel és az Európai Unió szélső baloldali szárnyához. Igen, azért furcsa ez, mert Daniel Freund, aki ilyen elképesztő kijelentéseket tett, ugye ő itt volt a Sziget Fesztiválon a nyár folyamán, és nem tudom, hogy milyen élményekkel vagy emlékekkel ment el innen, de nem biztos, hogy azt látta, hogy itt valami szörnyű elnyomó parancsolalmi rendszer működik. A Libe bizottság tagjai is jártak itt többször, rendkívül sokat foglalkoztak Magyarországgal, magyar politikusokkal is találkoztak. Ennek ellenére valahogy teljesen más, tehát amit itt tapasztaltak, elmennek az Európai Parlamentbe, és ennek homlok egyenesen az ellenkezőjét mondják el. Mi lehet ennek az oka? Szerintem a személyes tapasztalataik nem zavarják meg, és az igazság nem zavarják meg őket a tisztánlátásban, tehát nekik egy politikai céljuk van. A magyar nemzeti konzervatív kormány elmozdítása. Egyszerűen nem tetszik nekik, hogy van egy olyan kormány, amely 12 éve sikeres, a magyar emberek támogatását demokratikus választáson megszerzi,
és olyan politikát folytat, ami nekik nem tetszik. Ezt egyébként, hogy ma politikai vitában mindig partnerek vagyunk, de zsarolni nem csak bennünket háborús időben, hanem az Európai Bizottságot, mert valójában arról van szó, hogy az Európai Parlament szélső baloldali szárnya, az zsarolja az Európai Bizottságot. És a markában tartja, mert azt mondja, hogy ha Lengyelországnak és Magyarországnak az Európai Bizottság kimeri fizetni az Európai Uniós forrásokat, akkor megvonják Ursula von der Leyen bizottsági elnökasszonytól a bizalmat. Ezért ez egy szimpla zsarolás, igen, aminek semmi köze nincs a valóság. Lengyelország esete is érdekes, hiszen nekik megígérték, hogy kifizetik az uniós forrásokat, pont von der Leyen asszony tette erre nekik ígéretet, és tudom, közölték az Európai Bizottság többi tagja, hogy erről szó sincsen, és hogy igazándiból még mindig egy sor olyan kritérium vagy feltételnek nem felel meg Lengyelország, amit ők egyébként elvárnának. Erre nagyon rosszul reagáltak a lengyelek, tehát voltak éppen árulással vádolták meg Németországot is, illetve az Európai Unió vezetését is. Az a rossz az egész helyzetben, hogy sajnos újra és újra bebizonyítja Brüsszel és az Európai Parlament szélső bal szárnya, hogy semmi közük nincs a valósághoz. Egy elefántcsont toronyban élnek, és nem a valódi problémákkal foglalkoznak. Ahogy ennek a jelentésnek, amiről most holnap az Európai Parlament szavazni fog, semmi köze nincsen a magyar demokrácia állapotához. Úgy egyébként azt gondolom, hogy most ez az ügy önmagában huszadlagos kérdés ahhoz képest, hogy itt van a szomszédunkban egy háború, az Európai Unió eldöntötte, hogy szankciókat fog kivetni Oroszországra, és azt ígérte, hogy ezek a szankciók nagyon gyorsan véget fognak vetni a háborúnak, és térdre fogják kényszeríteni Oroszországot. De von der Leyen asszony azt mondta, hogy a szankciók működnek, és Oroszország térden rogyott, Putyin fel fogja adni, Ukrajna pedig felemelkedik Európával együtt. Igen, csak a valóság az nem ez. Ezért mondom, hogy sajnos a valóság érzékeléssel van probléma, mert nem ez a helyzet. Jó lenne őszintén szembenézni a helyzettel, és kimondani végre azt, amit az európai polgárok egyre nagyobb számban most már mondanak, hogy ezek a szankciók nem működnek. Európa ezzel saját magának árt leginkább, nem annak, akit szankcionálni akart. Oroszországnak 158 milliárd euró bevétele van eddig az energia termékek eladásából, a Gazprom vállalat megduplázta az első féléves nyereségét tavalyhoz képest. Ezek az adatok nem azt támasztják alá, amit von der Leyen asszony mond, és ezzel szemben pedig az energiaárak, teljesen nyilvánvalóan meg kell nézni csak a tőzsdei árakat, akkor kezdtek el emelkedni meredeken, akkor lőttek ki úgy, mint egy rakéta, amikor a szankciót éppen von der Leyen asszony bejelentette. Tehát a szankciók nem működnek, visszafele sültek el, de ahelyett, hogy ezzel szembenézne a brüsszeli vezetés, ehelyett továbbra is hisz ebben, nem hajlandó az irányváltása, pedig Európának erre lenne szüksége, hiszen ezekbe az energia árakba egész Európa, nem csak Magyarország, egész Európa bele fog gebedni. Ezzel kéne a vezetőknek foglalkoznia, nem pedig újabb és újabb vádiratot megfogalmazni Magyarországon. És a végén még egy kérdés, egy nagyon érdekes, egy spanyol baloldali képviselő hölgy nagyon kritizálta az abortusz törvény változtatását, és azt mondta, hogy ez csak megalázó helyzetbe hozza a nőket. Ugye a gyermekvédelmi törvény is hatalmas botrányt kavart az Unióban. Várható, hogy esetleg emiatt is indul egy újabb kötelezettségszegési eljárás hozzánk ellen? Ugye az abortusszal kapcsolatos törvény nem változott. Egy szabályozással egészült ki. A törvény maga az nem változott semmit. Az egészségügyi protokoll egészült ki azzal, hogy a szívhangot az édesanyjának meg kell hallgatnia, a döntés továbbra is az övé lesz. Úgyhogy azt gondolom, hogy akik itt arról beszélnek, hogy a nők döntési joga csorbul, azok nem tudják, nem ismerik a szabályt, vagy nem akarják. Igen, a gyermekvédelmi törvény esetén is ugyanez volt, hogy el sem olvasták nagy részt a törvényt, és úgy kritizálták. Tehát azért kérdezem, hogy itt számíthatunk-e? Vagy én azt gondolom, hogy a politikában a legnagyobb, a legveszélyesebb betegség a valóság teljes figyelmen kívül hagyás, a valóság tagadás. Ez van most ebben az ügyben, ahogy egyébként szankció ügyében is, éppen Újhelyi István ma
elmondta, hogy azt állítani, hogy a szankciók hozták el a nagyon magas energiaárakat, az egy hazugság. Hát ha Újhely István ezt hiszi, akkor azt gondolom, hogy nem érzékeli a valóságot, ha pedig tudja, hogy nem mondott igazat, és más okból támogatja a szankciókat, akkor meg ideje lenne tisztán és őszintén beszélnie, hogy amikor magyar embereknek ártanak a szankciók, akkor ő miért támogatja végig. Behívjuk azt majd a stúdióba, és megkérdezzük őt is, hogyha elfogadja a meghívásunkat. Hollék István, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.